Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. Június 9-én tartották az önkormányzati választásokat országszerte. A mai adás vendégének ismételten bizalmat szavaztak a 17. kerületi állampolgárok, melynek keretében újabb 5 éves önkormányzati képviselői ciklusát kezdheti meg Rákoshegyen októbertől. Üdvözlöm a stúdióban a kerületrész önkormányzati képviselőjét, Szabó Tibornét. Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és szeretnék őszintén gratulálni a sikeréhez. Elsőként pedig azt szeretném tulajdonképpen megkérdezni, hogy milyen módon szeretnek köszönetet nyilvánítani azoknak, akik ugye bizalmat szavaztak önnek. De én azt gondolom, hogy ön nem csak azokat szolgálja, akik bizalmat szavaztak, hanem egész rákos is. Hát ez így van, ez teljesen természetes. Azoknak, akik az én nevem mellé tekszettek az X-et, és bizalmat szavaztak a következő öt évre. Azoknak minden, hogy az interneten is megköszöntem, meg a plakátokon is kiragasztottam a köszönöm csíkot. Na, nagyon köszönöm, és igyekszem megszolgálni ezt a bizalmat. Természetesen azoknak, akiknek eddig nem nyertem el a bizalmát, igyekszem be a következő öt évbe úgy dolgozni, hogy, hogy esetleg a következő választásnál, akár nekem, vagy aki majd az utódom lesz, az is el a Fidesz vezette önkormányzat bizalmát. Igen, és ugye azt tulajdonképpen el lehet mondani, hogy hogyha nézzük az egész kerületet, vagy akár polgármesteri szinten, hogy teljes volt a siker ebből a szempontból, mind a körzeteket tekintve, mind természetesen a polgármesteri választás tekintetében. Mi lehet a tőn szerint a sikernek a titka? Mert ugye rengeteg munkát tettek bele ebbe. Pontosan ez. A munka, a látható munka, nem csak a beszéd, nem csak a szólamok, hanem, hanem a tettek. És ezt azt hiszem, hogy, hogy minden képviselő a maga területén e, igyekezett a legtöbbet kihozni, amit lehet. Polgármester úr meg természetesen, illetve a, a a hivatal, az alpolgármester urak, pedig nézve az egészet, igyekeztek a fejlesztéseket úgy megvalósítani, hogy minden egyes körzetben kisebb is, meg, meg nagyobb is legyen. De hát tudni kell, hogy a, a lehetőségek azok, azok, valahol végesek, és mind az otthoni költségvetésbe is csak addig lehet nyújtózkodni, amennyit, a, ameddig a takaró tart, és, és, bizonyos fontossági sorrendeket figyelembe kell venni. De, de nagyon, nagyon jó dolog az, hogy, és egy, Fantasztikus érzés, hogy egy ilyen kerületvezetés áll az ember háta mögött, illetve mi meg mellettük, és így együtt közösen biztos, hogy a Fidesz KDMP vezette az önkormányzat a következő öt évben rászolgál arra a bizalomra, amit most megkapott a választóktól valóban is ugye hivatalosan októbertől fogják majd ugye fölvenni ezt, és kezdhetik meg ezt a következő öt éves ciklust. Egy nevet azért szeretnék kiemelni, ugye Kis Lászlót, ő tulajdonképpen az ön kerület szomszédja, vagy kerületrészi szomszédja. Az fontos elmondani, hogy dr. Bényi Zsoltál is nagyon jó volt az együttműködés. Úgy gondolja, hogy Kislászlóval is fog majd folytatódni ez a kiváló együttműködés? Hogy ne, ez teljesen természetes. Lacikát nagyon régóta ismerem, Kis László képviselő urat, és, és eddig is nagyon jó volt a kapcsolatunk, független Attól, hogy ő még nem volt képviselő, de ő fantasztikusan sok munkát fektetett be a kerület részbe, tevőlegesen és fizikálisan is, ahol lehetett ott volt. Nagyon sok emberrel tudott kapcsolatot teremteni, mindenkihez ellátogatott, beszélgetett velük, ismeri az emberek véleményét, ismerik a gondjait, a, a kívánságait. Úgyhogy azt hiszem, hogy semmi negatívum nincsen, és én nagyon bízom abban, hogy mi ott ketten közösen Rákos érdekében tovább tudunk további fejlesztéseket odahozni, és, 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 én, hogy ez egy sikeres öt év lesz mind a kettőnk számára, és természetesen a Rákos egyiek számára. Így van, hiszen ez az önök szempontjából a legfontosabb, és ugye nagyon sokat beszéltünk az elmúlt évek, az elmúlt ciklusnak az érdemeiről, eredményeiről, és nyilván tudom, hogy nehéz lesz egy-két dolgot kiragadni vagy kiemelni, de mi vagy mik azok, amikre a legbüszkébb, amik az elmúlt ciklusban megvalósultak? Hát igazából ez teljesen természetes, hogy az első számú a Rákoshegyi Közösségi Ház, és egyben ott mellette Rákoshegy jelképe a Víztorony, mert Rákoshegynek is, mint ahogy már mondtam a múltkor, nekem is egy nagy álmom volt az, hogy hogy, hogy, hogy a rákos is legyen egy méltó közösségi helye, mert nagyon jól éreztük magunkat a régi közösségi házban, a Podmonicki utcában, de az már a megnövekedett igényeket mind méretében, mind technikai szinten nem tudta kielégíteni. És így ez egy, ez egy nagyon jó dolog, hogy ez, ez megvalósult. Tehát mindenképpen ez az első számú. Aztán vannak útépítéseink, intézményi felújításaink, az óvodáinkat, a játszó tereinket, az orvosi rendelőinket, az orvosi rendelőket az egész kerületben befejeződött a felújítása, ez mind önkormányzati saját erőforrásból. Ezek, ezek a legfontosabbak, de hát mindig, mindig, vannak ilyen kisebb dolgok, hogy, hogy tanösvény, hogy pad, hogy kutyafuttató, hogy, hogy szemetes tehát annyi minden van, ami, ami felmerül lakossági igény, meg hát az ember saját maga is tudja, hogy, a, hogy az otthonomat, a környezetemet rendben tartom, a körzetemet ott ugyanígy nagyban, de rendben kell tartani. Ott meg, ott meg utána kell menni, hogy azok, akiknek az a dolga, hogy ezt a feladatot elvégezzék, azok, azok valóban el is végezzék. De azt hiszem, hogy ezzel különösebb gond eddig sem volt, és remélem, hogy a jövőben sem lesz. Illetve ugye méltán büszkék lehetnek azokra a sok-sok nagy, nagy családi rendezvényre, eseményre, amelyek hagyományá váltak, és azok a közösségi események, amelyek még inkább építik és erősítik Rákos egy közösségét. Ilyen volt például a közelmúltban megrendezett Rákos sokadalom is. Ez hogyan sikerült, illetve ennek volt egyfajta szimbolikus búcsúval telű üzenete, és mondhatjuk, miért is pontosan. Igen, mert ugye megépült az új közösségi háza, hogy az előbb beszéltünk róla, és akkor a régi majd becsukja kapuit teljesen, és az önkormányzat valószínűleg el fogja adni. De most még itt meg tudtuk tartani azt a számunkra nagyon kedves eseményt, a Rákoshegyi Sokadalmat, ahol amikor a közösségi ház megalakult, hát az nem ma volt, az 25 évvel ezelőtt, de előtte a polgári kör birtokában volt, úgy használat szempontjából az az épület. Tehát mi 29 évvel ezelőtt rendeztük meg az első, mi akkor úgy gondoltuk, hogy közösséget építeni főzőcskével és egyebekkel lehet, és akkor meghirdettük az első rákos hegyi ilyen sokadalmat. Akkor nem voltak sátraink, semmi még nem volt, de volt, volt bennünk az akarat, az együttlét szándéka, és akkor mindenki hozott otthonról bográcsot, bográcsálvány, műanyagasztalt, kertiszéket, és sátrunk se volt. És akkor, de jól együtt voltunk, és az a főzés, az, hogy megnézem, hogy mit csinál a másik, megvitatom, hogy, hogy, azt hogy kellene főzni, mint kellene főzni. Jöttek a gyerekek, jöttek a barátok, ismerősök, és minden évben ez nagyobb-nagyobb lett, és több embert vonzott, hírement, jöttek a barátok, aztán ugye a klubok is, amik ott működtek a közösségi házba, a taglétszámuk egyre gyarapodott, meg a klubok száma is gyarapodott, és akkor egyszer csak nagyon sokan lettünk, és, és ez most visszaköszönt ezen az úgynevezett mondjuk búcsú összejövetelem, mert a, a közösségi házban működő klubok, közösségek, meg akik régebben is eljártak, vannak baráti közösségek, azok is eljöttek, és ott közösen főztek, és, és beszélgettek, e, idogaták, a gyerekek kézműves foglalkozáson vettek részt, táncházban voltak, mert tehát a gyerekeket, az unokák a gyerekeket is le kellett kötni, jöttek óvodások, tehát igyekeztünk minden korosztálynak valami olyan programot nyújtani, ami ami eddig is vonzó volt, és, és ezek ilyen hagyományos programformák voltak, ami eddig bevált, miért változtassunk rajta. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy jól sikerült, kilenc csapat főzött, és volt harminc fős csapat is, tehát nagyon sokan voltunk, úgyhogy nagyon jó volt. Fontos ugye tényleg elmondani, hogy valóban nem az eseménytől vagy a rendezvénytől fognak majd búcsúzni, hogyha ez így alakul majd, hanem magától csak a helyszíntől. Így van. Viszont akkor már ezen az új vagy jelen helyszínen fogják, ha jól gondolom, megszervezni, megtartani az augusztus 20-ai ünnepséget? Igen, tavaly is már az augusztus 20-át úgy szerveztük, hogy a víztorony látogatással kötöttük össze. És akkor akkor még nem volt nyitva a Rákosegyi Közösségi Ház, nem volt átadó, oda nem lehetett menni, tehát a víztorony kör, környékén, illetve kértünk lehetőséget, hogy a Kép utcának azt a szakaszát mondjuk vehessük birtokba, meg az iskola udvaron, ott tartottunk összejövetelt és, és augusztus 20-a az egy, szintén egy nagyon jól sikerült rendezvény, mert több százan voltak, akik eljöttek víztornyot látogatni, és aztán mellesleg nagyon szép augusztus 20-ához kapcsolódó a koronázási jelképekről készítettek egy nagyon szép üdvözlőlapot, egy képeslapot, közben ott is még alkottak, vagy vártak arra, hogy feljussanak, akkor jókat beszélgettek, tehát ez is, ez is, mondjuk itt inkább a fiatalabb családosok jöttek el, mert azért a víztorony lépcsőjét megmászni azért az, az teljesítmény, még ha, 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 nem is olyan vészesen magas, de azért oda, oda kell energia, hogy felmenjenek, de szerencsére mindig több százan eljönnek, és, és nagyon szívesen jönnek el, mert csodálatosan szép a kilátás onnan. Ha már itt elkezdtük beharangozni a, a, nyári eseményeket, akkor nyugodtan ide vehetjük még majd az a rákos egy napokat is, ugye, ami ugye ebben az eszendőben háromnapos lesz, ez hogyan fog majd kinézni? Ez egy különösen nevezetes alkalom, mert hogy 30. évfordulóját ünnepül megalakulásának a rákos egy polgári kör, és a polgári kör alapító elnöke kezd Attila kapja ugye a rákos díjat, és akkor itt kiállítással is készülünk, mint polgári kör, de természetesen a művelődési ház is készül mindenféle rendezvényekkel, hogy főzőcske lesz, e azt nem tudom, mert azért ott mások a körülmények a közösségi háznál, de hát ott van a templomtér, ott is esetleg a szilárd utcának egy szakaszát, le lehet zárni, akkor még a közlekedést nem fogjuk fenntartani, vagy a, vagy a képutcának egy részét, akkor is viszonylag egyszerűen megoldható, hogy ne szígyanak minket, és ki tudják kerülni a rendezvényhelyszínt. Ezt majd a művelődési ház dolga, hogy hogy oldja meg, és egyáltalán mit tervez arra az alkalomra. Azt pedig nem is kérés szerintem, hogy nagyon sokan lesznek majd egy csodálatos háromnapos rendezvénysorozaton, illetve egy utolsó eseménye zárnám a beharangozásainkat. Ha jól gondolom, ez is, illetve bízom hogy ez is idén meg lesz tartva, ennek egy nemes célja van, ez a bizonyos jótékonysági futás. Ez ki, kiknek, illetve kinek szokott pontosan szólni, akik ezzel nincsenek tisztában, és hogyha ez lesz, az akkor mikor lesz, illetve hol pontosan? Hát ez június 22-én szombaton lesz, a Tessedik téren szoktuk megrendezni. Ez hát olyan futás, futás az, kapnak nagyon komoly sorszámokat, rajtszámokat, és, és a gyerekeknek van, tehát a vakációban a gyerekek futnak át és iskolások, a teszedik teret körbe futják óriási nagy versennyel, és utána mindenféle kézműves foglalkozás és egyéb ilyen ügyességi játékok szoktak lenni a téren, egy nagyon kellemes családi délelőtt a, a, a teszedik téren. A jótékonysági futásunk az pedig augusztus utolsó hétvégén lesz, a helikopter lakó Park mögötti, uh, Bilisi Parkerdő által fenntartott, illetve hát az önkormányzattal közösen gondozott uh, nagy réten, és ott, ott rendezzük meg, ott én már nem is tudom, azt hiszem negyedszer lesz itt ez ez a helyszín, és akkor oda nagyon sokan szoktak benevezni, 4-500 rajthozálló van, gyalogolva, Kerékpárral, vagy csak simán sétálva. Itt ez nem verseny, illetve ez itt inkább, mivel jótékonysági a célja egy mozgássérült kislánynak a megsegítésére, az eszközfejlesztésének a vásárlásához. És, és ez most augusztus utolsó hétvégén lesz szombaton, és ide megint sok érdeklődőt várunk. A Facebookon már tudomásom szerint fönn van, vagy folyamatosan kerülnek föl az információk. De ez egy gyakorlatilag most már egy országosság, kinőtt magát ez a mozgalom, mert tavaly is volt, aki Debrecenből, Szegedről eljött a cél érdekében, felült a vonatra, lefutotta a távot, visszaült a vonatra és hazament. Mert nevezési díjét nincsen, de adományokat mindig szívesen fogadunk el tombolatárgyakat szoktunk kapni vállalkozóktal, igen komoly értékben is, és akkor ezeket szoktok kisorsolni, és annak a bevétele is süteményvásár. Szóval nagyon-nagyon komoly összefogása ez a, a Rákoshegyi, sőt még a Madárdomból is szoktak jönni segítők, itt a kutyatulajdonosok, azok, akik a kutyafuttatásban összeismerkedtek, ők is nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy ez egy sikeres rendezvény, mert a kutyatulajdonosok is jönnek és segítenek nekünk ebben. Ez a Rákoshegyi Polgári Körnek egy, egy régebbi hagyományos rendezvénye. Volt régen a, a Rákoshegyi Kismaraton. Az, 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 úgy megszűnt, és utána lett ez lett a folytatása, ez a jótékonysági futóverseny. Úgyhogy mindenkit buzdítok, figyelje az internetet, és ha a cél támogatja, akkor jöjjön, szeveletet elvárjuk. Erre pedig tényleg hatványozottan kérem én is az embereket, hogy menjenek el és segítsenek, illetve mert persze sportoljanak és érezzék jó hókat, de a segítség szólt rettentően fontos. Végül akkor, de nem utolsó sorban, tudom, hogy ezek most még az öröm napjai, sőt öröm hetei tulajdonképpen, hogy így is lehet fogalmazni, de hogyha meg tud osztani egy-két tervet, konkrét elképzelést, amit a következő ciklusban meg szeretne valósítani, mit lennének ezek? Nagyon sok színű a terület, aminek a feladatainak a megoldását, vagy segítését rám bízták. Van madárdom, van helikopterlap, na, a helikopterlakópark, az Erdő utca is környéke, akkor öreg rákos hely, tehát mindegyiknek más a gondja problémája, de ezt valahogy összhangba kell hozni. Most a madárdombon elkezdtük a kutyafuttatóknak a fejlesztését, és megkerestek azzal, hogy a madárdomnak most a másik oldalán, a Széchenyi utcai felületén ott igazából ilyen táblákkal kijelölt, elkerítetlen kutyafuttató van, azt is szeretnék, hogy gondozottabb legyen, vagy az is legyen bekerítve akkor ott azon a területen már elkezdődött egy olyan, mondjuk úgy, hogy rekultiváció. Ugye régen ott egy szemétbánya volt, és, és, és termőtalaj valahogy nem nagyon tele, meg a növényzet, csak a gyom, és ezért az önkormányzat a kerületében, amikor az elektromos művek ledal, levágta az ágokat, ledarálta, azt ott szépen szétterítették, és bízunk benne, hogyha az elbomlik, akkor talaj képződik belőle, és ott az út mentén fákat lehet ültetni padot, lehet kifej kihelyezni, és akkor azon a részen ezt meg lehet oldani. Épp a napokban, szintén a Madárdombon kértek a kutyatulajdonosok még a sétautak mellé ilyen ürülékgyűjtő edényeket is, ezt is, aki vállalkozó az önkormányzat részére készíti, a héten kijelöltük a helyeket, megcsinálják. De megkerestek ugyanilyen gonddal a a helikopterlakóparkból is. Ott talán egy kicsit nehezebb a helyzet, mert ott, ott szinte minden magántulajdon, de igyekszünk ott is lehetőséget találni, hogy oda is lehessen egy biztonságos kutyafuttatót kialakítani, és ott ö, ö, igényként jelent meg, hogy találjunk olyan megoldást, nem lesz egyszerű, hogy, hogy padokat helyezzünk ki, ahol a fiatalok ne a buszmegállóba megállóba kelljen, hogy csak kücsörögjenek és találkozzanak, hanem, hanem legyen valami központilag kijelölt hely. Hát ismerve az adottságait a lakóparknak, ez sem olyan egyszerű, valahol a játszótér és környékén kell majd, majd ehhez is helyet nézni, meg kell nézni, hogy hol van még olyan esetleg kicsi, mert nem sok minden van önkormányzati terület, ahol ezt, ezt meg lehet valósítani. Szóval ott nagyon nehéz, mert fullra, hogy így mondjam, be van építve minden, és ott közösségi teret kialakítani sajnos nagyon nehéz. Szinte lehetetlen. Tehát épített közösségi teret kialakítani nem lehet. Tervek, tehát vannak, tervek vannak, öm, igen, igen. Sok munka is lesz, és ez nagyon jó hallani valóban, hogy ilyen sok terv van. ez a megvalósításához kívánom nagyon sok sikert, illetve szeretnék gratulálni ez igen meggyőző eredményhez. És köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.